Köszöntelek titeket ebben az új energiában, a 2021-es évben. 2020. december 21-én egy energetikai és pólusváltás következett be az univerzumban, és ezáltal itt a földbolygón. Ennek mind globálisan a részesei vagyunk. Mindenki egyén szinten, és együtt a világ. Nincs kérdés abban, hogy ez egy változás, amelynek a folyamatában kézenfogva, vagy egyénileg tudunk haladni. Megmutatkozik ez sok téren. Akár testi, lelki, szellemi szférákban, illetve a világ számos pontján, különböző akadályozásokkal, vagy akár engedményekkel. Mindenki olyan dolgokat kap az életébe, ahol éppen tart, ami elősegíti azt, hogy ő maga tudjon fejlődni ezen a szinten, ahol most ő maga képes áramolni és létezni itt a földbolygón. Egy olyan folyamat részesei vagyunk, amely nagyon-nagyon régen következett be itt. A Földön az első emberek, az első lények, akik ide költöztek, talán ők tapasztalhattak valami hasonlót. Ez egy folyamat, ami elkezdődött. Nem mondom, hogy könnyű lesz, de képesek leszünk arra, hogy vele együtt áramoljunk, fejlődjünk, és felismerjük azokat a képességeinket, amelyek mindig is bennünk voltak, csak éppen elrejtettük őket, mert a világ még nem állt készen arra, hogy megmutassuk őket másoknak. De most itt az idő, itt az ideje annak, hogy befelé figyeljünk. Egy picit, mint a medve, amikor téli álmot alszik. Készüljünk a tavaszi energiákra. Azokra a még csodálatosabbakra, mint amilyenek most vannak, amikor a fény még jobban megérkezik. Most már elindultunk felé. Képzeld el, ahogy a nap sugarai átvilágítanak az egész testeden, lelkeden és szellemeden. Nincs szükség arra, hogy a nap valóban világítson materiális szinten, hiszen tudod és érzed a jelenlétét, az energiáját, hogy ő mindig itt van, és minden részedet képes átvilágítani. Legyen ez a mindennapi meditációd része. Átnyújtom neked most szeretettel ezt az információt. Egy olyan dolgot, amely nagyon kézenfekvő, de mégis elfelejtjük. Hogy az energia körbevesz minket. Minden, amit gondolunk, látunk, érzünk és tapasztalunk, mind valójában egy forrásból származnak. Helyezd a nézőpontodat kicsit kívülre, és figyeld meg úgy, hogy milyen események zajlanak most a Földön. Mintha csak a fekete és a fehér küzdelme lenne ez. De valójában ez a fejlődés része. Egy olyan kor felé lépés része, amely meg tudja változtatni azt a világot, amely a szakadék széle felé táncolt. Kérlek titeket, higgyetek abban, hogy minden azért történik, hogy az emberiség nagy része felébredjen. És ne féljen tovább. Ne féljen tovább lépni önmaga felé és a világ felé. Hiszen mind egyek vagyunk egyetlen energiából, és földanyával kapcsolódva tudunk a világok és bolygók felé utazni majd. Hiszen itt van a mag, ahonnan mi most származunk ebben a jelen életünkben. Onnan tudunk majd kivetülni, megmutatkozni és áramolni. Olyan képességeink fognak megmutatkozni, amint említettem, amelyeket elrejtettünk. Ne féljetek, hogyha olyan dolgokat tapasztaltok, amelyeket eddig még sosem. Ez nem betegség. Ez a részünk.
És nagyon fontos a mostani betegség tudattal kapcsolatban. Valójában nem létezik, ez mind generáció. Valójában ezt a félelem generálja. És mi választunk, mi döntünk? Amikor azt mondják, hogy csodák csodájára felépülnek emberek, vagy csodák történnek, a csodák valójában léteznek, és a csodák valójában velünk vannak minden nap. Minden egyszerűen hit kérdése. És ez nem attól függ, hogy milyen Istenben hiszel. Ez attól függ, hogy a te hited mennyire erős abban, amire gondolsz, amit érzel és amit tapasztalsz. Hiszen ebből áll össze maga, az az energia, ami az egész univerzumot átjárja. Az a szeretet energia, ami képes akár az egész bolygót megváltoztatni. Most pedig kérlek, figyelj befelé egy kicsit. Mindegy, hogy hol vagy éppen, mit csinálsz. Minden pillanatban képes vagy befelé figyelni. Kizárni a külső, negatív energiákat, amelyek most sajnos a világban nagy mértékben uralkodnak. Te magad képes vagy arra, hogy harmóniába helyezd minden részed. Olyan nyugalmi állapotba, ahonnan tisztán, fényérzékeléssel tudod tapasztalni, hogy valójában mi történik most, itt, a Föld bolygón. A Föld forgása elkezdett növekedni, amely azt jelenti, hogy más energiába és más dimenziórendszerbe kerültünk. Lefordítva, könnyebb nyelvezetre. Ez azt jelenti, hogy a rezgés emelkedik itt a Földön, és a képességeink pedig egyre jobban ébredeznek, és lassan átveszi nem csak az időjárásban, de az egész világon a sötét helyét a fény. Figyelj mindig befelé, és onnan kifelé, majd aztán kívülről szemléld magad befelé. És közben hívd be a nap csodálatos energiáját. Teremtsél ma olyan világot, amilyet szeretnél. Gondolj csak pozitív dolgokra. Mert ez a nap tökéletes erre. De hogyha úgy érzed, minden nap tökéletes lehet erre. Ezek a számok, napok, rezgések csak hozzájárulnak ahhoz az energiához, ami már itt van és megérkezett 2020. december 21-én nyílt kapukkal. Használd! Engedd, hogy a mese legyen a valóság, és a valóság pedig csak mese. Hiszen ezt érezni kell, nem pedig látni és tudni. Sok sikert kívánok önmagadhoz, a békédhez, és sok mosolyt az élethez. Köszönöm, hogy meghallgattál.